A tanév előre haladtával ismét közeledik a pillanat, amikor az általános iskola végzőseinek döntést kell hozni a továbbtanulásról. Városunk iskolája igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok minden segítséget és megfelelő információkat kapjanak jövőbeli terveikhez. Az egyik ilyen rendezvény a Suli Bőrze, melyen a környező városok középiskolái mutatkoznak be. Ismét a továbbtanulásról tudunk beszélgetni, a gyerekek pályaválasztásáról. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a Bábolnai Általános Iskola nagyon sokat megtesz azért, hogy a gyerekek sok mindennel megismerkedhessenek. Ugye itt korábban a pandémia, illetve most is a különböző takarékossági intézkedések azért ennek gátat szabtak bizonyos mértékig, ha nem is az általános iskolán belül, de azok az állami országos rendezvények vagy megyei rendezvények elmaradtak, amelyek nagyszabásúvá tették ezeket a programokat. Így van, és sajnos ebben az évben is így történt, a megyei pályaválasztási kiállítás, bár a jelentkezést elküldtük, de a kiállítás megnyitása előtt egy héttel értesítették az iskolát, hogy elmarad a rendezvény, nem tartják meg. Tehát így Komárom-Esztergom megye középiskoláival ezen a kiállításon megismerkedni a gyermekek nem tudtak. Számukra megyén belül a nyílt napok adtak lehetőséget, illetve az osztályfőnöki órák, hogy a megye középiskoláit is megismerhessék. A Bábolnai Általános Iskola minden esetre szervezett olyan eseményeket, rendezvényeket, amelyeken keresztül a diákok megismerhettek különböző szakmákat. Így van. Most már hosszú hagyományra tekint vissza a Suli Bőrze rendezvényünk. Ma november 25-én tartjuk ezt a rendezvényt. A korábbi évek tapasztalatai alapján elsősorban győri iskolákat hívtunk meg a rendezvényre, hiszen tanulóink jó része nem a megyén belül, hanem inkább Győrben próbál tovább tanulni, ott keres magának olyan oktatási intézményt, ahol folytathatná tanulmányait. Úgy gondolom, hogy az idei nyolcadikosoknál is ez így lesz. Erre a rendezvényre egyébként már a hetedikes gyermekeket és szüleiket is szeretettel várjuk, hiszen a pályaorientációt nem elég korán elkezdeni. Tudjuk, hogy ezt szolgálják már az első osztálytól kezdődően a pályaorientációs napok, de maga a pályaválasztás, iskolaválasztás igazándiból 7.-8.-ban kerül előtérbe, és ezért nagyon fontos, hogy a hetedikes gyerekek is megismerkedjenek Győr középiskoláival. Idén hány diákot enged szabadon most már a Bábolnai Általános Iskola? Két kisebb létszám a 8. osztályunk van, összesen 31 diák fog tovább tanulni, tehát 31 gyermek előtt lesz a nagy kérdés, hogy hogyan és merre tovább. Ezt fogja szolgálni, hogy ebben segítsünk majd hétfőn a pályaválasztási szülői értekezlet, illetve ez a mai rendezvény is. Nyilván a pályaválasztást, a továbbtanulást erősen befolyásolja, hogy milyenek a tanulmányi eredmények. Nos, milyenek a tanulmányi eredmények idén? Hát erről, hogy a fél év milyen lesz, még nem nagyon tudok így novemberben nyilatkozni. Hát lesznek jobbak, közepesek és gyengébbek természetesen, mint minden évben. Reméljük, hogy a jó képességű gyermekeknek sikerül jó fél évi bizonyítványt szerezni, hiszen a 7. év vége és a 8. fél év az komoly pontszámokat hoz a gyerekeknek a továbbtanulásnál, tehát nagyon szurkolunk nekik, hogy a jó képességű gyerekek a 4-es, 5-ös érdemjegyet megszerezzék a főtantárgyakból. Milyen a gyerekek irányultsága, gimnázium, szakképzés, szakközépiskola, most hogyan működik ez a rendszer? Folytatódik az előző évi tendencia, néhányan gimnáziumban mennek, a gimnáziumi képzés az igazándiból a gyerekek körében most már egyre kevésbé népszerű, hiszen azoknak ajánljuk, akik már most tudják, hogy felsőfokú oktatási intézményben akarják folytatni a tanulmányaikat. A legnagyobb népszerűségnek a technikumok örvendenek, különösképpen, hogy most már a technikumban is lehet ösztöndíjat kapni 11-től a tanulmányi eredményüktől függően, és hát nyilván a gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóink a szakképzést választják. Nekik sem, vagy előttük sem bezárt kapu az érettségi, hiszen a mostani rendszer 3+2 éves, aki egy szakmát megtanul, megcsinálja a szakmai vizsgákat, utána lehetősége van 2 év alatt leérettségizni. Mennyire sikerül itt a pedagógusoknak a gyerekekkel, illetve a szülőkkel
hogy úgy mondjam, közös megegyezésre jutni, hiszen nyilván a szülő, a család azért komoly befolyásoló tényező ebben a tekintetben. Az esetek nagy részében úgy gondolom, hogy sikerül. Azért is tartunk nagyon-nagyon sok rendezvényt, hogy tudjunk találkozni a szülőkkel. Az osztályfőnökök napi kapcsolatban vannak, különösen 8-ban ez ügyben, természetesen a diákjaikkal és azok szüleivel is próbálunk egyeztetni. Mi osztályfőnökök ajánlásokat teszünk, tehát soha nem mondhatjuk meg, hogy milyen szakmát vagy melyik iskolát választja a diák, de ajánlani intézményeket, szakokat, szakmákat, képzéstípusokat mindenképpen tudunk, és a téli szünetben reméljük, hogy mindenki aztán ennek segítségével látottak, hallottak, és a nyílt napon tapasztaltak alapján kellőképpen ki tudja majd választani azokat az iskolákat, ahol tovább szeretné folytatni tanulmányait. Most november végét írunk, itt a suli bőrzel rendezvény. Mik azok a lépcsőfokok, amelyek még elvezetnek évvégéig ahhoz, hogy a gyermekek aztán megfelelő helyre kerüljenek? Hát addig még nagyon-nagyon hosszú az út. December 2-áig kell jelentkezniük az írásbeli felvételi megírására. Matematikából, illetve magyar nyelvből fogják bizonyítani a tudásukat a diákjaink. Január közepén kerül sor az írásbeli vizsgára, illetve van pótírásbeli vizsgára lehetőség, ha valaki betegség miatt nem tud megjelenni. Aztán február elején küldjük a jelentkezési lapokat és a tanulói módosító adatlapokat a megfelelő intézményeknek. Majd ezután következik a felvételi eljárás időszaka, amikor szóbeli elbeszélgetésekre vagy szóbeli vizsgára hívják a gyerekeket, ha sport, esetleg zenei területre mennek, ott igazándiból szakmai felvételi vizsgákat tartanak. Majd március közepén, március 22-től tudhatjuk meg az ideiglenes sorrendet, ekkor meglátja a tanuló, hogy az adott iskolákban hányadik helyen van az adott sorrendben az oda jelentkező tanulók között, ekkor van még lehetőség sorrendet módosítani. Ez nyilván újabb adminisztrációs tevékenységgel jár, de ekkor már új iskolát felvenni nem tudunk, csak a bejelölt iskolák sorrendjét, illetve a szakmák sorrendjét tudjuk megváltoztatni, vagy május elejére érkezik meg, hogy mely intézményben nyertek felvételt, és június 20-a után fognak tudni elmenni beiratkozni, ha sikerrel teljesítik a 8. évfolyamot.